1848 lelkesedése a magyar nőket is magával ragadta. Sokan aktív részesei voltak a márciusi forradalomnak, többen fegyverrel harcoltak a szabadságharcban. Voltak, akiknek az életét végérvényesen megváltoztatta férjük 1848-49-es szerepvállalása, és a háború vagy a megtorlás áldozataiként özvegyekké váltak. Mások követték férjüket a kényszerű emigrációba, és soha többé nem térhettek vissza hazájukba. Olyan is akadt, akire megszégyenítés vagy kemény börtönbüntetés várt. Sokan a tragédiából való felocsúdást követően talpra álltak, és minden energiájukat a nemzeti emlékezet ébren tartására fordították. Március 15-e évfordulóján emlékezzünk most a nőkre, azokra, akik 1848 főszereplőit a háttérből támogatták, akik olykor maguk is fegyvert ragadtak, sebesülteket ápoltak, menekülteket bújtattak, vagy éppen csak csendesen szeretteikért aggódtak. Teleki Blanka grófnő, felrúgva a kor társadalmi szokásait, tudatosan vállalta a független nő szerepét, és a közélet porondjára lépett. Kacérkodni a szabadsággal nem szabad. Azt magára ölteni, mert divat, mert jól áll, szentségtörés. De kötelessége mindenkinek magát arra képessé tenni, hogy e szent szó értelmét egész nagyszerűségében felfoghassa. Minden nő, kinek testvére, kedvese, férje van, tegyen úgy, mint Petőfiné. Nyújtsa oda elszántsággal kedveltjének a kardot, s ébressze benne azon erős hitet, hogy nem gyámoltalan hölgyet hagy hon, hanem erős lelkű nőt, kit a vész órája készen talál. Előre, hazám leányai! Fejlődjünk, szilárduljunk, hadd legyen valóság a három szent szó. Egyenlőség, testvériség, szabadság. Március 15-én a grófnő maga szavalt el tanítványainak a nemzeti dalt. Kolléganője, Lővei Klára pedig rendszeresen kivitte a lányokat a márciusi forradalmat követő népgyűlésekre a Nemzeti Múzeum kertjébe. Talpra, magyar! Híj a haza! Itt az idő most, vagy soha? Rabok legyünk, vagy szabadok? Ez a kérdés. Válasszatok. A magyarok istenére esküszünk. Esküszünk, hogy rabok tovább nem leszünk. Rabok voltunk mostanáig. Kárhozottak ősapáink. Kik szabadon éltek, haltak, szolgaföldben nem nyughatnak. A magyarok istenére esküszünk. Esküszünk, hogy a rabok tovább nem leszünk. Sehonnai bitang ember, ki most, ha kell, halni nem mer, kinek drágább rongy élete, mint a hazabecsülete. A magyarok istenére esküszünk, esküszünk, hogy rabok tovább nem leszünk. Fényesebb a láncnál a kart, jobban ékesíti a kart. És mi mégis láncot hordunk, ide veled régi kartunk. A magyarok istenére esküszünk, esküszünk, hogy rabok tovább nem leszünk. A magyar név megint szép lesz, méltó régi nagy híréhez. Mit rákentek a századok, lemossuk a gyalázatot. A magyarok istenére esküszünk, esküszünk, hogy rabok tovább nem leszünk. Hol sírjaink domborulnak, unokáink leborulnak, és áldó imádság mellett mondják el szent neveinket. A magyarok istenére esküszünk. Esküszünk, hogy rabok tovább nem leszünk. A magyar szellemű oktatásért, forradalmi tartalmú könyvek és képek terjesztéséért, 1848-as politikusok rejtegetéséért, 1851. május 13-án letartóztatták Teleki Blanka grófnőt és Lővei Klárával együtt 10 évi várfogságra ítélték. Megalázó körülmények között tartották fogva, cellájában a hőmérséklet a 10 Celsius fokot szinte sohasem haladta meg. A grófnő egészségi állapota teljesen megrendült. 1857-ben általános amnestiával szabadult, de Magyarországon nem volt maradása. Az osztrák titkos rendőrség állandóan zaklatta. Végül Németországba költözött, majd Párizsban, húgánál érte a halál 1862-ben. A haldokló összefüggéstelen szavai közül egyetlen szót lehetett tisztán kivenni. Magyarország. Petőfi hitvese Szendrei Júlia szerepvállalásáról a férj naplójából értesülünk.
A forradalmat megelőző éj nagy részét ébren töltöttem feleségemmel együtt. Bátor, lelkesítő, imádott kis feleségemmel, ki mindig buzdítólag áll gondolataim, terveim előtt, mint a hadsereg előtt a magasra emelt zászló. Tudjuk, hogy míg március 13-án Petőfi a nemzeti dalt írta, Júlia a másik asztalnál nemzeti színű fejkötőt vart magának. 1849. áprilisában Szendrei Júlia egy politikai röpiratban arra szólította fel Magyarország hölgyeit, hogy küldjék harcba férjeiket, kedveseiket és fiaikat. Rövid idő múlva, vagy egy szabad haza boldog gyermekei, vagy egy meggyilkolt hon szerencsétlen árvái leszünk. Akkor még nem gondolta, hogy ő maga is ez utóbbi sorsra jut, és keserű lelki magány kíséri végig élete hátra lévő éveit. Petőfi eltűnése után végső kétségbeesésében már az öngyilkosság gondolata foglalkoztatta. Megírta búcsúlevelét, ekkor még csak éppen másfél éves kisfiához. A kilátástalan helyzetből végül egy újabb házasságba menekült, de a boldogságot többé nem ismerte. Fiatalon, 39 évesen érte a halál. Voltak nők, akik a honleányi szerepnek egészen konkrét értelmezést adtak. Férfi ruhába bújtak, és beálltak a magyar honvédseregbe. Közülük a legismertebb, Lepstük Mária, azaz Mária főhadnagy, aki a forradalom idején nagybátyja házánál nevelkedett Bécsben. 1848. novemberében a honvédsereghez csatlakozott, részt vett a branyiszkói áttörésben, a kápolnai csatában, Buda visszavívásában, és még számos összecsapásban. Huszár főhadnagyi rangot ért el. Bécsben tartózkodtam 1848-ig, a forradalom kitöréséig, melyhez mindjárt kezdetben, nevezetesen március 15-én csatlakoztam. Minthogy kevés pénzem volt, eladtam a fülbevalómat. Kabátot és Pepita nadrágot vásároltam, egy cipészmestertől pedig egy férfi csizmát, aki ráadásul egy inget és alsó nadrágot is adott. A felesége pedig lenyírta a hajamat férfi módra. Verpelétnél meg kellett rohamoznunk egy majorságot, melybe osztrák vadászok fészkelték be magukat. Ekkor egy golyó horzsolta a fejem jobb oldalát. A kötöző helyre vittek, és első segélyben részesítettek. Azután a többi sebesülttel együtt Egerbe jutottam, ahol a barátok kolostorában szállásoltak el, itt lett a titkom leleplezve. Törzsorvosunk, Lumnitzer, mikor a sebemet kötözte, kénytelen volt csuromvér ingemet lehúzni rólam, és meglátta keblemet. Azt mondta csodálkozva, az ezer szentség itt, hiszen a mi Károlyunk tulajdonképpen leány. Ezer ördög doktor kötözzön be, és ne csináljon feltűnést a dologból. Házasságot is a harctéren kötött. A szabadságharc leverése után rövid ideig fogva tartották, fiát is a börtönben szülte meg. Rokonai közbenjárására elengedték a büntetését, de kiutasították az országból. Fiával 1850-ben Horvátországban telepedett le, férje meghalt a börtönben. Évekkel később Győrbe költözött, másodszor is férjhez ment. Második férje halála után nagy szegénységben mosónőként tartotta fenn magát. Nehéz lenne pontos számokat mondani, de jóval több nő harcolt honvédként, mint amennyiről név szerint tudunk. Az ismeretlenségnek egyik oka, hogy általában férfi ruhában álnéven léptek be a seregbe, s csak néhány nőt jegyzett fel eredeti nevén a történetírás. A nők a fronton a háborús körülmények között is megállták a helyüket. Kossuth Zsuzsannát, bátyja Kossuth Lajos 1849. április 16-án az összes tábori kórházak főápoló nőjévé nevezte ki. Zsuzsanna helyzete nem volt könnyű. A hadsereg vezetői közül többen vonakodtak engedelmeskedni egy nőnek. Mégis, európai viszonylatban is úttörő módon, Kossuth Zsuzsanna megszervezte a hadiápolást, bejárta az egész országot, és mintegy 72 tábori kórházat állított fel. A megtorlás éveit ő is megszenvedte. 1851. decemberében elfogták. Egy szál Halloweenben hurcolták el a börtönbe Lujzával, Kossuth másik húgával együtt. Kossuth Lajos édesanyja, húgai és azoknak családjai sokáig raboskodtak egyetlen szobában összezárva. Végül 1852-ben a Kossuth család nőtagjait összesen 9 gyermekkel együtt kitoloncolták az országból. Először Brüsszelben telepedtek le, itt halt meg Kossuth idős és beteg édesanyja úgy,
hogy fiát többé már nem láthatta. Zsuzsannát fiatalon, 37 évesen Amerikában érte a halál. A szabadságharc mártírjainak életében nagy szerepet játszottak azok az asszonyok, akik hűségesen kitartottak választottjuk oldalán, és akik életét szintén gyökeresen megváltoztatta a szabadságharc. Szomorú sors jutott osztályrészül az aradi tábornokok özvegyeinek. Gróf Batthyány Lajos miniszterelnök hitvese, Zichy Antónia grófnő tudatosan egyengette férje politikai karrierjét. A forradalom miniszterelnökeként Batthyány 1849. január 8-án osztrák fogságba került. Az asszony mindent megpróbált a kegyelmi kérvényért, de urán nem segíthetett. Batthyányt kötél helyett golyó által végezték ki. Zichy Antónia a zaklatások elől gyermekeivel külföldre költözött. Az osztrák titkos rendőrök figyelték, mert házát rendszeresen látogatták a magyar emigráció vezéralakjai, gyakran segítette az elszegényedett bújtosókat. 1856-ban hazaköltözött. A nemzeti ügynek elkötelezett grófnő kulcs szerepet játszott a főúri társadalom magyar szellemű átalakításában. Szorgalmazta a magyar ruhaviselését, a magyar nyelv használatát. Bájaikon divatot csináltak a magyar táncnak. Magyarországon tisztelet és szeretet övezte, bárhol megjelent, azaz önkényuralom elleni tiltakozásnak számított. 1870-ben végre tisztességgel eltemethette férjét, akinek holttestét addig a pesti ferencesek templomának kriptájában rejtették el. Zichy Antónia 1888. szeptember 29-én hunyt el. Kívánsága szerint férje, gróf Batthyány Lajos búcsúlevelét a szívére tették, és úgy temették el. Ne ijedjetek meg e szótól, forradalom! Nem villám ez, csak napsugár, mely szemetekbe süt. Minden, mi szép, minden, mi fönséges, e szóban benne van. Isten irgalom és ember szeretet, férfi erény és nő szerelem, néphatalom és világszabadság, minden, minden e szóban, forradalom. Ó, szabadság, hadd nézzünk szemedbe, oly sokáig vártunk rád epedve. Annyi éjjel által, mint kísértet, bolygott lelkünk a világban érted. Kerestünk mi égen földön téged, egyetlen egy igaz istenséget, te vagy örök. A többi mind bálvány, mely leroskad egy ideig állván. S mégis számkivetve voltál, mint a gyilkos Káin bujdokoltál. Szent nevedet bitóra szögezték, érkezésedet hóhérok lesték. Megszűnt végre hosszú bujdosásod, sírba esett, ki neked sírt ásott. Bevezettünk, s uralkodás véget elfoglaltad a királyi széket. Te vagy a mi törvényes királyunk, trónusodnál ünnepelve állunk. Körülötted millióm s millióm fákja, meggyúlt szíveink lobogó lángja. Ó, tekints ránk, fönséges szabadság! Ves ránk egy éltető pillantást, hogy erőnk, mely fogy az örömláztól, szaporodjék szemed sugarától. De szabadság, miért halvány az orcád? Szenvedésid emléke szállt hozzád, vagy nem tettünk még eleget, érted? Koronádat a jövőtől félted? Ne félj semmit, megvédünk. Csak egy szót, csak emeld föl, csak mozdítsd meg zászlót, s lesz sereged ezer és ezernyi. Kész meghalni, vagy diadalt nyerni. S ha elesnénk egy szálig minnyájan, feljövünk a sírból éjféltájban, s győztes ellenségednek megint kell küzdeni kísértő lelkeinkkel.